egy különös éjszaka. Őt is meghallgatod? Régi szokás. Hazaküldöm ezt a babát. Az anyja ismét elkezdhet álmodozni. Ez jó hír. Most miért nézel így rám? Utálom, hogyha így nézel. Hogy nézek? Ez a Catherine többre vagy képes nézés? Fogalmam sincs róla, hogy miről beszélsz. Tudom, hogy neked is hiányzik. És köszönöm a kedvességedet. De semmi bajom. Biztos nem jössz át ma hálaadásra, Catherine. Márinak hitet magáért, még házi készítésű áfonyamártást is csinált. Ó, köszönöm, örömmel mennék, de már más terveim vannak. Nagy terveim. Ez biztos? Ugye nem fogsz csak úgy hazamenni, konzervkaját enni és... Viccelsz, azt meg is kéne főzni. Ennél te jobbat érdemelsz. Ezer hála Marinának, és mondd meg, hogy a héten felhívom. Jól van, de ha meggondolod magad... Halló, Sarah? Igen? Itt Robert Woodward. Jó napot. Mary Bess, hogy van ma? Ma jó napja van. Akkor jó. Meglátogatja? Igen, beugrom a családdal úgy egy óra múlva. És ne öltöztesse fel, viszek neki egy vadonatúj ruhát. Imádni fogja. Igen.
micsoda isteni illat! Szia, apa! Fogadok, hogy hoddog lesz. Hálaadást, apján! Ez pulyka nagypapi. Azt hittem, eljössz ma az építkezésre. Tudod, hogy utálok egyedül dönteni. Apunál aludtam, ő meg nem keltett fel. Apa, elfelejtettem szólni, hogy ma Jeff hozza el. Holnap elmehettek, jó? Jó, de hogy menjenek a dolgok, ha nincs ott a bizalmas emberem? Vagy mami imádni fogja. Hol van a húgod? Szeretnék időben indulni. Vagy késik a járata, vagy úgy döntött, New Yorkban marad, hogy megtalálja önmagát. Aha! Itt vagyok. Most meg vagyok. Akkor jó, mert kezdtem a tini, teljesen elfelejtesz minket. Dehogy felejtelek, csak dolgom volt. De nagy az a pocak. Igyekezz, esik a hó. Hálaadás van, légy hálás valamiért. Hálát adok kedvenc unokaöcsémért. Én Power Ranger vagyok. Jó, ráfér egy szuperhős a családra. Jacqueline, most átöltözöm, aztán elmegyünk anyádokért. Anyának már itt kéne lennie. Bocsánat. Segítek fel. Dr. Howard, boldog pulyka napot. Neked is, Sarah. Hogy van a lányod? Ó, remekül, igaza volt, csak a foga jött. Jó. Ez meg mi? Ez a csapaté. Nem kellett volna. És mit iszunk ma este? Narancsos teát. Gondoltam, hogy benéz hozzánk. Igazi angyal vagy. Azt hiszem, előbb még felmegyek. Jó, csak nyugodtan. Á, Mrs. Rogers, fent van? Azt hiszem. Jó. Tényleg, később pulyka is lesz. Á, kösz. Ma buliba kell mennem. Nem is rossz. Minek jár ide? Közel került néhány betegünkhöz. Hoz könyvet, meg hasonlót. És leül a férje szobájában. Így jobban érzi magát. Bemegyünk nagymamihoz. Mr. Woodward, próbáltam elérni. Valami baj van? Mondtuk Mrs. Woodwardnak, hogy készüljön el, és nagyon felizgatta magát. Mi van? A szíve? Kihívta az orvost? Az orvos már volt is nála, és adott neki valami nyugtatót. Semmi baj, de látni mindig... akarom a nagymamát! Figyelj, csak írunk egy szép lapot, és az na lesz jó, az első, amit felmegyünk. Odaadunk. Ott van a nagyi. Mutasd meg a rajzotot. Drágám, itt vagyunk. Nagyi, neked rajzoltam. Azért, mert hazajössz. Anya segített a betűknél, de én színeztem ki. Hát nem édes. Gyorsan, segítsük vissza az ágyba. Jó, gyere csak. Gyere, drága. A hó megárt az állatoknak. Anya szerint a pajtában lenne a helyük. Jó, persze, jó. Itt van Michael Lorival. Jacqueline is hazajött. Haza akarunk vinni hálaadásra. Jacqueline. Na hát, édesem. Szia, anyu. Úgy hiányoztál. Levágattam a hajamat, bár tudom, nem tetszik. Mindent összekészítettem. Persze, te jobban csinálnád. Itt is vagyunk. Hát, édesem, indulunk, feladom rád az új ruhát, hazajössz hálaadás vacsorára. Ez a kedvenc színe. Semmi baj, semmi baj. Én vagyok Robert. Édesem! Jacqueline! Mi a baj, anya? Ő csak apu. Meg akar tölni! Meg akar ölni! Semmi baj! Semmi baj! Apa, mi folyik itt? Összezavarodott. Semmi baj, Michael. A nagyik kicsit izgatott, de nem lesz semmi baj. Hagyja csak. Majd én. Hagyja csak. Semmi baj. Semmi baj. Jól van. Jól van. Elmegyek Michael-lal. Vigy csak el a kocsit, itt maradok anyáddal. Nyugodjon. Apa, gyere velünk. Visszajövünk együtt holnap, talán én jobban majd lesz. Hívok egy taxit. És ha nem jutsz haza ebben az időben? Nincs semmi baj. Majd csak megoldom. Nyugodjon meg. Kérlek. Semmi. Hoznád a kabátját. Apa. Menj. Semmi baj. Nyugodjon meg. Nincs semmi baj. Szépen vegyük le a papucsot. Így már jó. Jó.
Segíthetek? Egy vázát keresek, hogy beletegyem. Talán van lent egy váza a recepción. Nem itt dolgozik? Nem. Elnézést a zavarásért. Gyönyörű szép virág. Ez a kedvence. Nem tudom, emlékszik-e még rá. Igazi ítéletidő van. Menjen inkább, vagy végleg itt ragad. Vele maradok. Örülök, hogy megint beugrott. Maradhatna még. Jó lenne. És hol az a buli? Nem messze. Még szerencse, ilyen ítéletidőben. Igen. Ugyan, már csak egy órája vagyok itt. Hogy az utak már is? Mondja, uram, merre lakik? Arlingtonban, a Holbrook dűlőn. Dupla fuvardíjat fizetek a sofőrnek. Annyit fizet, amennyit akar. Nézze, hálaadás van, haza kell jutnom. Boldog ünnepet, Sarah. Majd még jövök. Ha nem fagyok, vigyázzam. Karácsonykor beugrik? Persze. Ne csináld! Hiszen semmi közöd nincs hozzá. Jól van, akkor adok $100. Azt hiszem, ez így fair. A családom vár rám. Hálaadáson egy perc is leteszem. Csak azt akartam csak mondani... Csak egy perc! Elvihetem egy darabig? Úgy látszik, csak egy taxisofőr dolgozik ma, és a diszpécsen nem elmegyik ki a városból. Ingrénóban lakom, az nincs túl messze, azt hiszem. Tényleg? Ez remek! Ez remek! Köszi! Remek! Köszi. Ez a kocsia? Úgy bizony. Nem túl praktikus, ugye? De a jelek szerint mégiscsak ez az egyetlen lehetősége. Ne vezessek. Ennyire tehetetlennek tűnök az ön szemében. Csak udvarias voltam. Nem mondja. De igen. Sajnálom. Az övet. Itt nem egyenesen kell menni. Ha hótorlaszba akar ragadni 30 kilométernyire, akkor... Nem, én minél előbb hazamenni. Erre sokkal rövidebb. Láttam az orvosi jelzést. Uh-huh. A férje talán orvos? Nem. Valami gond van a zenével? Az ön kocsia. Így igaz. Jobban szereti a country zenét? Jazz hívő vagy. Régi jazz. Sarah számomra a legjobb zene. A jazz valóban a zenetörténet fontos eleme. Sarah Vaughan előadó művészete páratlan.
Én a hangszerek hangját szeretem, a zene elomló hangját. Én csak szeretem Sara hangját. Ó. Oh. Képzel, most mit csinált? Én? Ez hihetetlen, el sem hiszem, hogy valaki ilyen hülyeséget csinálhat. Csak próbáljunk kiszállni a kocsiból, jó? Még én vagyok a hibás. Ó, nem, nem, balra kellett volna kormányozni, nem szabad követni volna, a torlaszt. Maga vezet? Momentán csak ki akarok szállni a kocsiból. Elszaladtunk egy jégbordára, ezt senki nem láthatta azt előre. Azt mondom, hogy felejtsük már el, és szálljunk ki a kocsiból. Jó, persze, maga elkerülte volna. Mondok valami, fogadok. $1000, hogy én kijöttem volna. Hát, ezt a pofátlanságot! Egy dolláros bankot! Csak metafora volt, nem úgy értettem. Ó, szentég! Ez a kocsi. Ha kinevelt, esküszöm. Nem szokásom más gyengeségén nevetni. A francba. Nincsen térerő. Jaj, ne. Nincs térerő. Hol a pokolban vagyunk? Minden olyan egyforma a hóban. Biztos van itt valami. Nem jutottunk túl messzire. Shelby Manor csak 16 kilométer. Szerintem maradjunk abban a nevetséges kocsiban. Járassuk a motort, amíg a hókotró kiszabadít minket. Remek ötlet, csak maradjon ebben a nevetséges kocsiban, ami véletlenül egy klasszikus oldtimer. Állj, majd én megoldok mindent. A bujka vacsora krumplipürével és rokonokkal nem nevezhető épészhelyzetnek. Ha nem halunk meg, megölöm. Biztosan van itt valami, hiszen ez nem egy ősvadon. Na és eltévedtünk. Mondta már magának valaki, hogy micsoda egy... Minden rendben? Köszönöm, meg vagyok. Ez biztos. Hagyjon már békén! Nem maradt más belőle, csak egy traktor. Maga aztán tényleg egy vidám fickó, ugye? Csak a való világban élek, ahol a jaguárok nem hóban, jégben furikáznak. Nincs kulcs. Tudjam már!
Visszajövünk júniusban, megkeresünk és grillezünk egy nagyot. Momentán fogytál a gázolaj és mínusz 10 fok van. Volt. Igen, fontos. A férjemtől kaptam a 20. házassági évfordulónkra. Sajnálom. A kóros hűtés miatt... Kóros lehűlés! Tévedtem. Fogódzott. Jó. Nem lehetne gyorsabban? Még gyalog is gyorsabb. Mióta van így, anya? Azt mondtad, jól van. Az 4 hónapja volt, rég nem voltál itthon. Na és mi van Brickkel, a modellel? A neve Brock, és nem is modell. Hanem férfi manöken. Ez milyen nyelven volt? Mit nem értesz te, Zsemmi? Jó estét, igen, itt Lori Campbell, Mary Beth Woodward lánya. Igen? Apa még ott van? Nem, már elment. Nemrég indultak el. Értem, köszönöm. Apa nemrég indult haza, mindjárt itthon lesz. Anya már nem jöhet haza, ugye? Néha teljesen jól van. De máskor olyan zavaros. Csináltam egy fotóalbumot, hogy ne felejts el, ki kicsoda. Miért nem mondtad, hogy ilyen rosszul van? Hazajöttem volna. Hagyd a körmöd. Most már itt vagy, és ez a fontos. Na jó, törjük meg a krumplit. A pulyka készen van. Jó, éhen halok. Miért? Soha semmit nem eszel. Eszem. Apa emésztését örököltem, te anyáért. Ez igaz. Én vagyok a kövér törpetes. Nem vagy kövér, csak terhes. Jó, köszönöm. Ez jól esett. A magas, vékony bugító. A hormonok beszélnek. Ez az! Hormonok! Hormonok nélkül csodás lenne az életem. Lori, Ez anya kedvenc tája. Dehogy is. Dehogy is nem. Olaszországban vette. Nem zavar. Maga vészik. Megvágott ez a nyüves traktor. Hadd nézzem. Semmiség, túlélem. Úgy látom, megúsztuk. Hála az égnek! Még odaérhet a pulykájához. Apu! Szia! Meg se kérdezed, ki az? Hogy van a nagyfiam? Mindent megnéztem a tévében. Idén egy léggömb sem esett le. Tényleg? Talán jövőre. Jeff! Te hívtál, megemlékszel? Jó, tudom, csak azt hittem apahoz. Miért? Ő hol van? Hazafelé tart anyától. Vagy hótorlaszba ragadt. Alig jutottam el ide otthonról a Land Roverrel. Minden rendben, menjünk! Semmi baj! Ó, szentély! Most hová megy? Ott nincs senki!
betörni egy házba törvényellenes. Soha nem mondta magának a refestiszt? A tengerészeti jog szerint, ha eltévedsz a vízen, bármely foglalatlan kikötő a tiéd. Ó, tengerész volt, és fegyenc, gyönyörű! Na, tüzet rakok. Talán addig keresem egy telefont. Esetleg még gyertyákat. A vihar lecsapta az áramot. Ez nem működik. Igen, tudom. Már próbáltam. Akkor miért kért meg rá, hogy nézzem meg? Hát, ők mindegy, nem érdekel. Imádott férjének. Várnia kell, amíg előkerül. A férjem prosztatarákban meghalt egy éve. Sajnálom. Néha nem találom el a hangot. Ó, azt észrevettem. Na jó. Akkor kimegyek fáért és tüzet rakok. És ennyi? Nem is fogunk segítséget hívni? Csak úgy feladjuk és maradunk? Nem, dehogy is. Én maradok a tűznél. Maga kimegy a hóviharba és életjeleket keres. Oh. De hozzon nekem is cukorkát. Hát ez nem igaz. Nézze, holnap reggelig kihúzzuk. És akkor itt hagyunk egy kis pénzt a betört ablakért, és viharosan távozunk innen. A nevem Robert Woodward. Gondolom, ha együtt alszunk, bemutatkozhatnánk. Catherine Howard. Kimegyek fáért, meg medvére. Jó, maga kimegy vadászni, én meg bogyókat gyűjtök. Miért ajánlott fuvart? Csak egy borzalmas kalandot kerestem a havas vadonban. De tényleg, miért mondta, hogy elvisz? Mert láttam azt a pillantást. Tessék. Láttam magán, hogy mindennél fontosabb a társa. De ha egy percig is tovább kell látnia, ahogy ott szenved, megőrül. Ennyire látszik. Nem mondta, hogy van benn fa. Akkor hogy fitoktatta volna a férfiasságát? Talált. Alacsony légnyomású légtömegek érkeznek délről. Ezért havazik, és havazni fog egész éjszaka. A hóréteg most már 75 cm vastag. Egy órája biztos. Minden hóeső az utakon van, de jó időbe telik, mire minden utat megtisztítanak. Ezért azt tanácsoljuk, hogy senki se keljen útra. Ismered apádat, biztos lehúzódott és kihúzza a jeepet. Egyes területeken csak pár méter. Reggelre majd biztosan minden látszik. Ezért nyomatékosan felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy ne induljanak el, még akkor sem, ha emiatt ma este nem jutnak haza. Most hová mész? Kimegyek utána. Azt mondtad, alig jutottál el ide. Jó, csak el leszek a négy kerékkel. Akkor én is megyek. Nem, csak maradj Michael-lel. Felhívlak, amint megtaláltam. Az én apám, elmegyek. Szentég, Lori, 7 hónapos terhes vagy. Ne vitatkozz velem, légy szíves. Nem is vitáztam. Csak veled megyek. Vigyázz ott Michael-re. Köszönöm. Azért én megnézném azt a sérülést. Ugyan már csak egy karcolás. Gyerünk, üljön le, ha mondom. Jó. Minek úgy vigyázni? Csak egy kisebb az egész. Megnézem. Várjunk csak. Ez elég mély.
Mikor kapott tetanuszoltást? Tudom kellene? Fertőtlenítem és bekötözöm, de elmegy orvoshoz, ahogy hazaér. Sajnálom. Áó! Az orvosi jelvény. A magáé, maga a doki. Gyermek szívsebész. Ezt nevezem? Igen, tegye ide az ujját. Biztosan átfagyott. A ruhája teljesen átászhatott. Zuhanyozzon le, biztos van fürdőköpeny, valami, amit fölvehet. Hideg zuhany és idegen ruhák, hú, milyen ajánlat. Hát csak van meleg víz, gázos. Tényleg? Látta már a pszichót? Igen, miért? Érdekel. Specialitásom. Na? Most már jobb, ugye? Sokkal jobb. Csak nem szakács a fegyintézetben. Én főztem a lányaimra esténként, ha a nejem Mérivesz iskolába ment. Na és mit tanult? Művészettanár volt a kisegítőben. A testnek étel és ital kell, hogy túlélje a mát. A léleknek zene és művészet, hogy örökké éljen. Ki volt írva a teremben? Tényleg? Az egyik kedvenc idézetem. Én nem tanultam megfőzni, és azt hiszem nem is nagyon érdekelt. Tom, a férjem nagyon türelmes volt. Inkább csak rendeltünk. Mérivesz remek szakács. Ír katolikus, de olaszul főz. Olaszországba vittem a 10. évfordulónkon. Fokhagyma imádó. Hát ezt nézze meg. Nekünk hagyhatták itt. Őt látogatta meg ma az otthonban, a nejét? Én. Na és hogy van? Jól. A vacsora, ha annak tekintjük, készen van. Megterített. Maga egy háziasított hímsoviniszta. Maga pedig meglehetősen szép ahhoz képest, hogy eltemette magát. Ó, megint kicsúszott, ez nem kellett. Nem, volna. Semmi baj. Hogy értette? Minek nyitottam ki a nagy számot? Kérem, szeretném tudni, hogy értette. Nos, a nők sokfélék lehetnek. Körben fontak, de a férfiak könnyen átlátnak rajtuk. Vannak elérhetőek. Elérhetetlenek. Elérhetetlenek kivéve egyetlen pasast. És én mi vagyok a maga véleménye szerint? Magát igen könnyű kiismerni. Jég, nagy fal, éles ágyú, elérhetetlen, érdektelen, ne nézz, ne próbálkozz. Hát ez teljességgel nevetséges. Én igenis kedves ember vagyok. Nos, a ruhába bújna, és a haját megnöveszteni, mindenki látná, mit rejteget. De én nem akarom, hogy lássák. Nem akartam megbántani. Nem bántott meg. A gyerekei ezt meg szokták enni? Sose volt botrány. Néha, de itt sajnos nem rendelhetünk eredeti pizzát, ahogy ők szokták csinálni. Meséljen róluk. Nos, Jacqueline a fiatalabb, most szabadúszó művész. Galériában dolgozik a Soho-ban. Lori az idősebb vicces módon válófélben van egy válóperes ügyvédtől. Pedig remek fickó. Jó pár évig együtt voltak, de megvannak. Nos, Lori és a fia jelenleg nálam laknak. Michael, ő a legjobb haver. Magának
Szintén van? Unokám. Nincs. Soha nem volt saját gyerekem. Gondolom, ha valaki orvos, akkor nincs túl sok nem, ideje. Nem. Imádkoztam gyerekért. Az úr válaszolt. Azt mondta, nem. Hát talán akkor nem is kellett. Inkább meg kell mentenie egy gyereket. Aki megmenti a földet, vagy gyógyszert talál a férje bajára. Köszönöm. Sose gondoltam így rá. Tessék. Egy kis házi lekvár. Remek. Jössz ez kitűr? Azt hittem, maga sose főz. Ó, hálaadás van. Kitettem magamért. Meg kell csinálnom a spalettát. Vagy betöri az ablakot. Csak még egy kanállal. Minden rendben? Persze. Miért nem maradtál otthon? Azt hittem, ma dolgozol. Így volt. Korán eljöttem. Kedves, hogy befért. Abba hagynád egy kicsit? Michaelnak sokat jelent, hogy átjött. Tudnia kell, hogy szeretem. Ő tudja, hogy szeretem. Azt hiszem, ennyit minden gyerek elvárhat a szüleit. Ez a munkám, Lori, érted? Én nem szórakozom, dolgozom. Ha nem maradok benn sokáig, lapátra kerülök. Csak azért, mert dolgozol, még lehet családi életed. De én a... Michael fontos nekem. Soha nem fogom cserben hagyni őt. De jó, hogy nem én voltam. Anyád lyukas kezűnek hívott. Hogy nem várjuk meg az egész családot a vacsorával? Azt mondták, hogy együnk. Mielőtt apa elköltözött a lakásába, anya mindig megvárta, hogy együtt vacsizunk. Néha nagyon későn ettünk. Néha nagy is ezt csinálta. Anyáddal meg kellett várnunk, amíg nagypapi hazaért. Mi van a nagyival? Csak elfáradt. Belefáradt, hogy mindenre emlékezett, és elfáradt mindenben, amit egész életében csinált. Miattam fáradt el? Nem, kicsim. Ha rád néz, csak a vidámságra emlékszik. Ez a kaiba lehet, vagy 50 éves. Megtenné, hogy megfogja ezt? Persze. Így jó lesz? Igen, nagyon jó lesz. Vigyázzon a kezére. Igen, Doki. Tudja, Howard és Mini Binko. Idősek lehetnek. Kik? Hát az övék ez a ház. Howard építette réges-rég. És egyszer egy évben lejöttek hálaadásra. Itt ültek a tűznél, vacsoráztak, és Scrabble-t játszottak. Milli ukulelén játszott, aztán ágyba futott. Ez a legtöbb, amire futja. Van jobb ötlete? Igen. Hát persze. A nevük Charlie és Robin. Charlie apja építette ezt a házat réges-régen. Charlie a legelső hálaadásra hozta el ide az új menyasszonyát. Azt hitték, meggyújtanak 1000 gyertyát. És leégett a kaiba. Elnézést, de ez az én mesém. Egész este Sinatrát akartak hallgatni. Charlie szokta Franket kísérni ukulelén. Scrabble-ozni szoktak evés és szeretkezés közt. Igen, élnénk a fantáziája tudós nő létére. És maga nagyon érzékeny, volt fegyenc és kőszívű tengerész létére. Nos, egy kicsit itt kéne tartani.
Jól van, és meddig? Meddig tart még? Jövök már! Itt vagyok. Jó, semmi baj. Már majdnem kész van. Itt? Igen, itt. Tudja, kőműves vagyok. Ugyan már. Nem hiszi el? Láttam a kezét, ez nem kőműves kéz. Nos, már nem szoktam betolozni. Korábban, de már nem csinálom, csak építetek. Oh. Kész. Ezért rángatott ki? Igen. Bocsánat. Semmi baj. Ügyes kezek, két bal lábon. Hey, tegyen le. Nagyon hideg van itt, be akarok menni. Akkor tegyen le gyorsan, tudok eljárni. Maga is tudja, hogy ez nem igaz. Azon tűnődöm, hogy hányszor sértett meg ma. Inkább nem számolnám. Komolyan, oly kellemes egy volt fegyencel. Kinyitná az ajtót, kérem. Kislánykorom óta nem vittek így. Milyen kár. Szükség volt rá. K-I-D-R-ül, kiderül, az 12 pont, és 20-ok. Q-V-I-Z játék, az 50 pont, és 20-ok. 50 a csodába. Dupla betű, dupla pont. Nő létére igencsak szeret nyerni. Látom, vannak ötletei, hogy milyennek kell lennie egy nőnek. Sok előítéletem megdőlt ma. Miért? Mert legyőztem? Mert orvos vagyok? Ne, mert kemény és okos. És közben nem fél nőnek maradni. Sok nőnek ez nehezére esik. A férje szerencsés volt. Köszönöm. Na mindegy, fogadok egy csokoládés palacsintába Murray-nél, hogy ezt rosszul betűztek. Murray-nél étkezik? Minden napot reggelizek. Ha, ez fura. Ugyanarra lakunk, egy étterembe járunk, és mégsem ismerjük egymást. Ilyen a sor. Evett már csokoládés palacsintába? Ó, már felnőttem. Nos, kellemetlen lenne egyedül azt kérni, ezért szoktam elvinni magammal az unokámat. Olyan finom, hogy nem lehet leírni. Örömmel megkóstolom, ha megélem. Látni akarom, hogy milyen arcot vág a legelső falat után. Találkozunk ott vasárnap. Vasárnap meghívom. Csokoládé és palacsintát kérünk, és hálát adunk, hogy túléltük. Rendben. Na jó, játszunk még egyet. Sárba döngölöm. Azt hiszem, azt inkább kihagynám. Úgy sem tud már behozni. Hány óra van? Megnézem. Éjfél elmúlt. Ó, le kéne feküdnünk. Magáé a szoba. Én elleszek itt a díványon. Hozzászoktam, hogy keveset alszom. Ó, nem. Ha most elalszom, félek, hogy fel sem kelek. És eszembe sincs megmászni azt a létrát. Hogy néz neki, ha Milli belépne, és itt találna a saját díványán? Mit mondana Howardnak? Oké, fennmaradunk és megvárjuk a felmentő sereget. Azt mondta, a Jacqueline lánya egy galériában dolgozik. Milyen galéria az? Kortárs. Ő maga is festő. Én is festettem. Rosszul. A feleségem szerint a művészet érzelem.
Sok fát festettem, a kedvenc témám. Folyton fára másztam. Anyám szerint előző életemben majom voltam. Sajnálom, de néha elkalandozom. Fogadok, hogy édes kislány volt. Ugyan, dehogy. Sovány voltam, mint egy gebe. Se színű szem, görbe láb. Fogszabályzó szemüveget hordtam és sepítettem. Minket egymásnak teremtettek. Kár, hogy nem akkor találkoztunk. Megkérdezem, nem tudnak-e valamit? Jeff vagyok. Semmi nyoma nem volt a főúton, és nem jött vissza az otthonba. Azt mondták, egy sportkocsival ment el, Jaguárral, vagy ilyesmivel. Az nem túl jó. De még nem adtam fel. Hogy van Michael? Michael alszik, nem mondtam el neki. Jó. Na jó, megnézem a másik utat hazafelé. Még keressük. Jól van. Hívj fel. Jól van. Sok mindent már nem adhatok Mary Bessnek. Elég, ha mellette vagyok. Neki is szüksége van magára. Nincs jól, és már egyáltalán nem lesz jobban. Hazudtam. 11 hónap alatt 3 szívrohama volt. Az Alzheimer sajnos épp a szívére ment. Pont ezen a héten mondták el. Az a helyzet, hogy azóta meg sem ismer. Egy idegent lát bennem, aki látogatja őt. Megismeri. Honnan tudhatja? A lelke. Egy nő sosem feledi a férfit, aki olyan sokáig a szívében volt. Tom 15 évvel volt idősebb nála. Nagyon rendes volt. Soha nem bánta, hogy fel kellett állnom a vacsorától. Vagy egy fiú közepén, vagy éjjel. Használja ki az időt, Mary Bessel, ez fontos. Tudom, már átéltem. Egy kicsit pihentetem a szememet. Jól van. Majd én örködöm. Biztosan erre jöttek. Még azóta sem látom. Ez lesz a kocsijuk. Üres! Nincs benne senki! Hála Istennek! Biztos csalók indultak el? Hát, ez apára vallana. Megkeresem őket, maradj a kocsiban! Nem, veled megyek! Nem, Lori, hideg van, majd messze! Veled megyek!
rendőrséget! Robert! 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 Köszönöm szépen. Az a férjem mi? Sajnálom. A kocsiban volt. Pont mielőtt beteg lett, akkor vettem neki. Biztos ott felejtettem. Ilyesmit nehéz szerezni. Az egyik barátom szállítja. A börtönben találkozhattak. Megnéztem a kocsit is, nem indult. És most? Nos, a hóekék majd átjutnak. Azt hiszem, tudom, hol vagyunk. Egy kicsit megmelegszem. És visszamegyek a főútra, hát ha találok valakit. Mi a baj? Sajnálom, csak ez a szag, ez Tomra emlékeztet. Sajnálom, nem tudhattam. Nincs semmi baj. Fura dolog az illat. Mindig visszavisz. Elmentem a parfümök házába, és kipróbáltam minden egyes illatot. Meg akartam találni Mary Bess illatát. Egy nap Lexingtonban sétáltam, és éreztem. Három utcán át loholtam a nő után. Megkérdeztem, hogy mi az. Kiderült, hogy sampon. A feleségem haja hiányzott, és nem is tudtam. Ez nagyon kedves. Örülne, ha tudná. Köszönöm. Jó volt beszélgetni. Szeretném jobban megismerni. Tudom. Nem volt más, csak egy különös éjszaka. Köszönöm, hogy segített felfedezni, hogy az élet még szép lehet. Talán majd valamikor. Ki tudja. Apa! 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 Se hiszem, hogy találtatok egy házat, ez isteni szerencse. Megmenekültünk. Boldogultunk volna. Inkább halálra fagyunk. Nem valami derülátó nő, ugye? Nem, csak a való világban élek. Ahol a hó elolvad, és az élet megy tovább. Hagytam némi pénzt Howardnak és Midinek. Kinek? Charlie-nak és Robin-nak. Vontatót kell küldeni a kocsiért, elég mélyen van. Nem való ez a kocsi ilyen időre. Apám ajándéka volt az orvosi diplomámra. Los Angelesben tanultam, ott nincs ilyen idő. Hű, jó régi. Nem úgy értettem. Úgy értettem, hogy oldtimer. Biztosan nagyon értékes. Hát persze. Apám ajándéka. Arra,
Most balra, az a hosszú út. Az a házad? Igen. Hiszen én minden nap erre jártam iskolába. Finom cukorkát adott Halloweenkor. Ó, elkényeztettem a szomszéd gyerekeket. Köszönöm, hogy megmentettek. Örökké hálás leszek. Ezzel tartoztam a finom hörsi csokit. Viszlát. Viszlát. Hadd kísérjelek oda. Nem, nem, nem. Maradj, csak meg vagyok. Catherine! Egyébként sosem ültem fegyházban. Már éppen kezdtem elhinni mindent, amit mondtál. Többé nem fogok haza. Esküszöm. Fogadni mernék $1000, hogy ezt is megszeged. Szia! Pápa! Ragadtunk a hóba. Gyönyörű. Igen? Halló, Dr. Howard vagyok. Van valami üzenet? Nem, nincs semmi. Jó. Jól van, itthon vagyok, ha valaki keresne. Rendben, Dr. Howard. Köszönöm. Nagyon aggódtam érte. Hát, kiderült, hogy el volt, mint a befőtt az üvegben. Egy nővel. Mikor leszünk elég idősek, hogy a szüleinkért aggódjunk? A szendég, utálom, ez tök ciki. Igen, ciki. Ezt meg miért mondtad így? Mindegy. Mi van? Semmi. Nem hiszem el. Azért néha igazán felhívhatnál minket. Több ezer kilométerre és több ezer más gondolatnyira jársz. Te akartál itt élni, senki sem. Úgy döntöttem, felnövök. Minden nap bemegyek anyához. Én ülök vele, mikor Monának szólít. És megkér, hogy adjam oda a korcsolyát. Láthatom apát, eteti és öltözteti, mintha gyerek lenne. Nem, én nem aggódom értük. Én velük vagyok. Az életükben. Nem kellene. Nem kell vigyáznod rájuk. Én nem csak vigyázok rájuk! Na mindegy. Mi van? Ön nem egy vadidegen, aki eltévedt a betegségben. Hanem a mami. Emlékszel még rá? A nőre, aki 900 kilométert vezetett a táborba. Hogy elhozza neked a mackódat, miután azt mondtad, hogy nem is kell. 6 éves voltál. És azért sírtál, mert azt hitte, túl magas vagy tündérhercegnőnek. Nem azért vagyok itt, mert kötelező. Anyu és apu miatt vagyok itt. Mert még szükségem van rájuk.
Annyira aggódtam miattad. Köszönöm, édesem. Úgy döntöttem, maradok még, ha te is egyetértesz. Jó, drága. Örülök, hogy mindketten itt vagytok, mint a régi szép időkben. Megyek dolgozni. Szabadságot veszek ki. Remek, csodálatos. Benézek az építkezésre, mielőtt anyádhoz mennék. Sajnálom, hogy ilyen ritkán jöttem. Azt hiszem, csak féltem. Tudja, hogy mennyire szereted. Úgy félek. Halló? Szia, Catherine, itt Marina. Ó, szia, Marina. Jó volt a hálaadás? Ó, igen, remek hálaadásom volt. És nálatok mi volt? Bugig volt a ház. Aha. 18 év alatti volt. Tényleg? Óriási zsivaj volt. William mondta. Aha. A bujka is jó lett. Csodás lehetett. Mégis mit csinálsz? Úgy sem lesz ott. Úgy sem fog eljönni, tudom. Olyan régen nem láttuk egymást. Ha látom, mindig Mr. Howard jut eszembe. Tudom. Sajnálom, nem kellett volna mondanom. Nem, semmi baj. Egy személyes asztalt? Igazából találkozom van valakivel, azt hiszem. Jöjjön, adok egy asztalt, azok kávét és vasárnapi újságot, amíg vál a barátnője. Barát. Ó, még mindig van csokis palacsinta? Persze, hogy van. Jó. Köszönöm. Halló. Apa, anyának megint szívrohama volt. Tessék? Most beviszik a kórházba. Mikor? Most. Kérlek, siess, nagy a baj. Már is indulok. Ez igaz. Anyu azt mondta, a nagyi meghalt, és nem zavarja. Szerintem igen. Ez meg mi az?
Jacqueline néni szerint tök jól áll. Az csak egy klipsz. Nem kell örökké tök jól kinézni. Senkinek sem. Persze. Nem kell csinálnod. Dehogy is nem. Hajd, hadd segítsek. Nem. Köszönöm. Hozzászoktam, hogy mindent egyedül csinálok. Hát ez az oka, Lori. Azért lett vége, mert soha nem voltam otthon. A családunk azért ment tönkre, mert nem figyeltem rád eléggé. Pedig én próbáltam. Hogy képzeled, hogy kockára tenném a családomat a munkádért? Pedig pont ezt csináltad, nem? Tényleg ennyire ostobának nézel? Tényleg azt hiszed, hogy nem tudtam Heatherről? Soha semmit nem mondtál. Azt reméltem, hogy majd te. Annak már vége van, Lori. Én esküszöm, hogy annak vége. Annyira sajnálom. Család vagyok. Nem adnál még egy esélyt. Szeretlek, Lori. Szeretlek. Szörnyű ballépés volt, de soha többé nem fordul elő. Bármit megteszek, hogy ezt helyrehozzam. Kérlek, Lori. Most visszaviszem Michaelt. Csak legyél a családoddal. Köszönöm. Tényleg? Kész tojáslikőr? Persze! Nagyon jó buli volt. Ó, az idén igazán kitettek magukért. Bizony. William, kérdezhetek valamit? Persze. Milyen benyomásod van rólam nőként? Nem tudom, hogy érted. Ez butaság. Mondd csak, milyen vagyok szerinted? Elérhető? Elérhetetlen? Elérhető, de nem igazán, vagy elérhetetlen, de... Biztos, hogy ez az első tojáslikőr? Csin-csin. Üdvét, Dr. Howard, van üzenetem? Nincs semmi. Boldog karácsony. Köszönöm. Boldog karácsonyt nektek is. Ah.
Segíthetek? Jó napot. Sarah nincs bent? Gyereke van, ezért karácsonyi eltávozást kapott. Én vagyok helyette. Persze. Azon gondolkodtam, vajon Mary Beth Woodward családja bejön-e ma? Nem olyan fontos, csak meg akartam kérdezni. Sajnálom. Úgy látom, Mary Beth Woodward már nem lakik nálunk. Biztos hazaengedték. Ó, értem. Azt hiszem, kicsit felmegyek. Látogatóba jön asszonyom. Nem. Csak leszoktam ülni a férjem szobájában. Ahol lakott, még itt volt. Sajnálom, jelenleg minden szobánk tele van. A héten több új beteg érkezett. Ó. Most már értem. Köszönöm. Igen. Műteni kellene. Értem. Rögtön indulok. Na jó, Kori. Mi a helyzet? Koraszülés 34 hetes a méletén leválása okozta az elégtelenséget, császármetszés. Felkészült? Készen áll. Robert? Én kérhetelek, a lányom az Lori. Korán beindult, és a baba rosszul van. De megteszem, amit tudok.
Nem lesz semmi, szia, baj, ne végre itt vagy. Lori, Dr. Howard vagyok, gyermekszégsebész. És az apja engem hívott. Már mondta. Annyira félek. Ó, nem lesz semmi baj, jó kezekben van. De túl korai, még van 6 hetem. Nos, talán kíváncsi volt a világra. Lori! Sajnálom, odakint kell várnia. Nem, a nejem mellett kell sajnálom, lenne. De nem lehet itt. Szia. Szia. Büszke vagyok rád. Nem, tudom. Szeretlek, Lori. Meg kell bocsátanod. Tényleg? Igen. Oké. Oké. Csipesz. Szívás. Adom. Csipesz. Megvan a baba. Szívást. Izoláljuk. Csipesz. Gyorsan vigyétek. Kezd szavarni. Doktor úr, jól van? Egy kis türelmet, meglátjuk. Mennyi a szívritmus? 70-es. Kezdem a szívmasszást. Jó. Kezdjük. Asszisztálok. Jim, semmit sem hallok. Minden rendben van? Jó. Jó, folytassuk. Folytasd. Doktor úr, mi van vele? Jó, folytasd csak. Uh-huh. Szerintem összejön. Édes Istenem! Lányuk született. Gyönyörű kislány. Szia! Szia, szépségem! Gyönyörű szép baba. Köszönöm. Nagyon köszönjük. Robert, nem lesz semmi baj. Célvágásra volt szükség, de minden jól sikerült. A kicsi. Jól van, nagyon szép kislány. Lány lett, ez csodás. Minden rendben. Nem látok semmi komoly gondot. Éjjelig még megfigyelés alatt tartom, de nem lesz semmi baj. Gyönyörű szép kislány. Hál az égnek. Remélem, nem baj, hogy téged hívtalak. Ó, dehogy, ez a munkám. És hogy vagy? Jól, kösz. És te? Jól. Azt reméltem, összefutunk. Tényleg? Elmentél. Vasárnap, amikor a randink volt, elmentél csokoládé és palacsintát tenni? Ah, dehogy is, elfelejtettem. Sok dolgom volt. És te? Ott voltam. Komolyan? Ott voltál? Igen. Te ott voltál Murray-nél vasárnap? Igen. El kellett mennem, de ott voltam. Bocsáss meg. Mikor láthatlak? Hát, nem tudom. Ilyenkor annyi teendőm van. Tudom, hogy telefonálnom kellett volna, de... Én megértem. Ne haragudj, mennem kell. Most elmegyek egy kicsit karácsonyozni a nyaralomba. Esetleg, hogyha visszajöttem, akkor... Persze. Catherine! Talán ő az. Az a gyerek, akit megmentettél. Hiszen ma van szent este, pont jókor. Boldog karácsony, doktornő. Boldog karácsonyt. Lori,
Hogy van a kicsi? Remekül. Gyönyörű szép, köszönjük. Nem sokat tettem. És hogy van? Elfáradtam, de ő kifeküdt. Látom. Különben nagyon bátor volt, büszke lehet rá. És mi a neve? Mary Beth. Az anyám után. Ó, ez kedves. Na és hogy van? Anya? Meghalt hálaadás után vasárnap. Hálaadás után vasárnap. Annyira sajnálom, erről nem tudtam. Éreztem, hogy végig velem van. Biztos így is volt. Most pihenjen. A szülésznő majd megnézi, hogy hogy van a baba. Semmi baja. Semmi bajunk. Holnap reggel én is benézek. Jó ét! Tényleg ott volt. Hogy te mekkora hülye vagy! Hülye, 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 hülye! Boldog karácsony, doktornő. Boldog karácsony, Sally. Most is dolgozik? Nem. Csak megnézem a kis betegemet. Semmi baja. Éppen viszem anyucihoz, ideje enni. Majd én beviszem. Köszönöm. Ó, boldog karácsony. Hát itt is van. Remélem nem baj, hogy hoztak nekem karácsonyfát. Ó, dehogy. Nézd csak. Szia. Itt Jacqueline néni. Szia. Bejöttél. Azt mondták, ma nem dolgozol. Nos, van egy kis betegem. Szervusz, Michael. Szia. Tudod, hogy van egy vadonatúj kis húgod? Olyan, mint én voltam babakoromban. Ó, maga biztosan Jacqueline. Jó napot. Jó napot. Igazad van, tényleg ő adott Hershey. Én mondtam. Én a házatoknál sétáltam ma reggel. Én pedig itt kerestem. Van egy ajándékom. A kocsiban. Tényleg? Ki jössz velem? Megbocsátanak. Persze. Mi? Robert, én is ott voltam vasárnap Murray-nél. Sokat vártam, csokis palacsintát ettem, és nagyon finom volt. Nyisd ki! Oh! Ez honnan van? Semmiség. De pontosan olyan, mint amit elveszítettem. Mert ezt veszítetted el. Robert, te most viccelsz velem? És ezt találtam. Ez Chanel. Elvittem a parfümüzletbe, és vagy 100 nő megszagolta. Szóval 100 nő. A metafora kedvéért. Eljönnél velem? Mutatnom kell valamit. Karácsony reggel? Majd én vezetek. Miért? Én talán alkalmatlannak látszom erre? Nem. Sokat gondoltam rád. Mikor nem hívtál, arra gondoltam, hogy... Akartalak hívni. Csak túl korainak találtam. Oh! Én ezt
nem hiszem el. Hihetetlen, újra megtörtént. Ezúttal nem én tehetek róla. Maradj a kocsiban, hívok valakit. Nem, te maradsz itt, én felelős ember vagyok. Életek függnek tőlem. Akartam jutni ide, de mindig eltévedtem. Ó, elég sokat időztem itt. Tényleg? Ha direkt hoztál ide, akkor felesleges volt. Charlie és Robin most itthon van. Talán Howard és Millie behív egy lukra. Robert, nem törhetünk rá senkire karácsony napján. Robert, ne zavarjuk őket. Biztosan örömmel látnak minket. Szerintem félnek ajtót nyitni. Robert! Ez megőrült. Van Charlie és Robin. Howard és Millie Floridában élnek. A házat eladták. Ez lenne a kis nyaralód? Megvetted? Igen. Jó jöhet még egyszer. Hát, ha megint eladhatunk. Hiszel a második esélyben? A tudományban hiszek. Csak azt hiszem el, amit látok. A szinkront az SDI Media Hungary készítette.